Oké. Na srácok, meséljétek el nekem, hogy mit változtattatok az elődöntő óta a produkciótokon, ha egyáltalán változtattatok bármit is. Igazság szerint olyan nagy változások nincsenek. Ez a kulisszatitkok azok, hogy egyébként a fel, illetve a lemenés a színpadról azt néztük meg többször, hogy minél biztonságosabb legyen, hogy is egy kicsikét csúszik. És hát most sikerült olyan cipőt kapnom, amin egy ilyen szánkópálya nekem lejönni, úgyhogy én le fogok ugrani a háttérbe a színpadra, de hát nem lesz semmi gond, szívnek is fogunk segíteni, hogy épségben érjen le, ne a dal végére törjük össze magunkat. Úgyhogy nagy változások nincsenek, más ruhákban leszünk, úgyhogy ez mindenképpen változás, viszont a dal az maradt ugyanaz, a koreográfia maradt ugyanaz. Mi sem változtunk, úgyhogy... Szilvi, a zsűri véleményéből mi az, amit különösen megszívleltetek, vagy aminek hatására esetleg bármit korrigáltatok a produkción? Hát igazából mindegyik zsűritag nagyon szépeket mondott nekünk. Olyan hihetetlen nagy változásokat nem csináltunk, tehát igazából nem kaptunk kritikát, szóval csak dicséretet kaptunk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Szuper! A rajongói visszajelzések közül mi az, ami így különösen megmaradt bennetek az elmúlt 2-3 hétben? Gondolom kaptatok rengeteg visszajelzést. Mi az, ami különösen közel állt a szívetekhez? Hát hála Istennek, hogy csupa jó leveleket kaptunk, ami csak dicséret, szinte kritika alig van köztük, úgyhogy én elmondhatom, hogy az emberek nagy többsége pozitívan látja a dalunkat, és átjön nekik az üzenete. Mit üzennétek a rajongóitoknak most itt a nagy alkalom? Hűha! Hát igazság szerint eddig is nagyon kihangsúlyoztuk azt, hogy köszönjük nekik, hogy ennyien támogatnak is. Ez tényleg, tehát hogyha így összeszámoljuk, akkor ez rengeteg embert jelent, tehát nagyon nagy létszám tudható be. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy ennyien itt vannak velünk is, hogy szurkolnak, illetve hát pontosan az ilyen kommentekből derül ki, hogy ők mennyire lelkesek és hogy mennyire támogatnak majd minket a jövőben is. Igazából megint csak akkor meg szeretném nekik köszönni ezt a mérhetetlen nagy biztatást igazából, de többek között nem tudom, nagyon, nagyon jól esik az is, hogy azért ők is olyan, valamilyen szinten küzdenek értünk, úgyhogy ez így teljesen jó. Nem kell a rajongókat, a vadrajongókat nagyon hessegetni egymás körül, kérdezem különösen ezt Szilvitől. Hála Istennek tapintatosan közelednek a fiúk, hogyha arról van szó, de hála Istennek nem szemtelennek. Úgyhogy mindenki nagyon tisztelettudó, úgyhogy én megköszönöm nekik, hogy ilyen finoman jelzik is a fiúk a dolgokat. De... Dénes lány rajongó is ilyen finomak? Vagy néha a körmökre kell nézni? Néha a levelezés, mert... Igen, nem szoktam nézni. Nem, tehát igazából mindenki nagyon, nagyon aranyos és nagyon visszafogottan gratulál. Igazság szerint nem panaszkodom, tehát hogy nagyon-nagyon sok gratuláció van, ez nagyon jól esik, viszont hásnak nincsen benne azért ilyen nagyon túlzó, tehát ami bántó lehetne, úgyhogy én ennek külön örülök, rendesek. Szuper, még azt szeretném hallani, hogy mi az, ami miatt különösen szerettek így ti ketten együtt dolgozni. Hát nem tudom, mi azért attól függetlenül, hogy eddig komoly dalokat adtunk elő, mert mindegyik dalnak volt azért egy ilyen drámaisága, ugye meg volt a drámaisága, de azért mi a való életben nagyon vidámak vagyok, és mi nagyon jól el tudjuk magunkat szórakoztatni, vagy egymást el tudjuk szórakoztatni. Úgyhogy igazság szerint nem tudom, jól kiegészítjük egymást. Beszéltünk a bizalomról, beszéltünk arról, hogy nagyon rokon lelkek vagyunk, de emellett sok minden van, amiben közösek vagyunk, valami közös dolgok vannak. Pont abban, hogy lazárban is fel tudjuk fogni a dolgokat, és jól lehetünk szórakozni szerintem. Igen. Nehéz pillanatok nincsenek is soha? Konfliktusok? Nem beszekszünk, mint a rossz házasabb. Igen, mert sose volt nézeteltérésünk, szóval mi nagyon sok mindenben megegyezik a véleményünk, hála Istennek. De hogyha lenne olyan nagy probléma, mert egyikünk sem, én azt gondolom, egyikünk sem haragtartó. Így van. Ugye? Igen. Szuper, ezt kívánom nektek a jövőre is, és minden sok sikert a hétvégén. Köszönjük. Sziasztok.